Andi, nálad is felmerül a kérdés. Ja, persze, tényleg. Persze. Nem, nem akarok sírni. Amikor a mamám még köztünk volt, akkor mi rendszeresen énekeltünk, de sírni fogsz, úgyhogy később. Anzsepike. De ő nincs, köszönöm. És azóta nincs éneklés. És ezért nincs? Ez ennyire hozzákötődött? Bocsánat. Semmi. Szóki. Énekeltük a mennyből az angyalt, és akkor tudjátok, ő már nincsen nagyon régóta, és azóta nem... És ez ilyen egyezményesen, tehát olyan magától értetődő volt, hogy úgy akkor ezt kiiktattátok, ezt az éneklést? Hát én iktattam ki, mert én énekeltem mindig a mamával. Aha. És akkor ezt így... De énekel. Bocsánat. Nem akartam. Jaj, már. Most mit énekeljünk közösen? Szeretnél? De a karácsony nekem erről is szól egy kicsit. Hát nagyon is. Igen, tehát amikor ott állsz, de hogy akkor úgy kiengedheted, tehát akkor indokolt és jogosak a könnyek, mert akkor az egy olyan pillanat, hogy akkor az is, igen, nincs ott, aki... Igen, azt hiszem, hogy mondta, hogy jaj, bocsánat, de hogy így annyira hoz, nekem is nagyon hozzátartozik. Tehát igen. Tény az, hogy bármit is mondunk, azért nagyon kevés ember marad azon kívül, hogy az érzelmei mégiscsak egy kicsit fellazulnak, és felszínre jönnek. És lehet, nekem ez annyira oké. Nekem is, hogy ez ilyenkor, meg tök szép, hogy egyébként, hogy volt egy ilyen köztetek, és igen. És ez egy, tehát valahol az szép a megőrzése is így, hogy az vele volt, és nélküle. Igen. Nélküle nincs úgy. Hát igen. Ez jó, ki vagy? Jó.